Jó estét kívánok, a sporthíradót látják. A pénzügyőr csapatát fogadta a Ceglidi K a férfi kosárlabda NB1B hétvégi fordulójában Szolnokon, a Tisza Virág Arénában. A találkozó sorsa csak az utolsó negyedben dőlt el. A szolnoki Tisza Virág Arénában mérte össze erejét a Ceglidi férfi kosárlabda csapat a pénzügyőr játékosaival a múlt pénteken. A kosarak sorát a vendégek rutinos irányítója Szekeres nyitotta meg, amire szinte azonnal jött Csaba válasza, majd Pinnyei kosara. A vendéglátók a negyed végéig megőrizték néhány pontos előnyüket, elmondható azonban, hogy szívós, jól küzdő ellenfélre lelt a Ceglidi gárda, hiszen a pénzügyőr a második negyed végére 5-re csökkentette korábbi 12 pontos hátrányát. A második 10 perc első 4 kosarát Kovács, Mészáros és Hajdú révén a hazaiak dobták, még az utolsó 4-et a vendégek játékosa, előbb Horvát, majd a 3 alkalommal is betalálós Teljer szerezte. Fél időben 40-35 volt az állás. A vendégeket fordulás után sem sikerült leszakítani, akik a negyedik negyedben 55-57-re még a vezetést is átvették. Ezt a fölényt azonban nem sikerült megtartaniuk. A ceglédiek hátrányukat rövid időn belül egymás után 12 pontot szerezve 67-57-es előnyre változtatták. Ezután már csak a győzelem nagysága volt kérdéses. A befejezés előtt nem sokkal Herendics 6 büntetőt is értékesített. A mérkőzést Tóth triplája zárta. A jól hajrázó CK a befejező játék részben biztosította be győzelmét. A végeredmény 86-69 lett. Lőrinc Tamás lett a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója. A Kimba első nemzedéke tavaly szeptemberben kezdte meg a munkát, a már összeszokottan működő szakmai stáb munkájába illeszkedik most be az olimpiai bajnok. Büntetőből született góllal esett ki a CVSE futballcsapata a MOL Magyar Kupából a hétvégi 8-at döntőben. Sporteredmények következnek. Szombaton közel teltházas lelátó előtt játszott 8-at döntőt a MOL Magyar Kupában a Ceglidi VSE labdarúgó csapata, a Zsengellér Gyula sporttelepen. A Kazinc Partizán ellen vívott mérkőzésen végül büntetőből lőtt góllal maradt alul a Ceglid. Az eredmény 1-0 a Kazinc Partizán javára. A hétvégén rendezték a Ceglidi Városi Sportuszodában a férfi OB1B bajnoki mérkőzést, ahol a vendéglátó Ceglid 14-8-ra verte meg az Oázis SC csapatát. Pénteken és szombaton is több mérkőzés várt a ceglidi asztali teniszezőkre. MB3-ban Superinfo CVSE Premium Gyál ASE 10-8. Pest megye 1BC-ben a Gyál ellen 11-7-re nyert a Ceglid. Szombaton az MB1-es mérkőzésen az Egri csapat 6-8-ra legyőzte a CVSE játékosait. Ugyanaznap MB3-ban az eredmény Dunakeszi Superinfo Ceglid 8-10. A Rákoshegy Teke csapatával mérkőzött a hétvégén a Ceglid. Az eredmény Rákoshegyi VSE, Ceglidi VSE 2-6. A sportiradó után hosszabbítás, ahol Hegedűs László hegetriál világrekorder lesz Várkei G. Mátyás vendége. Én megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!